6 önkormányzat tartott Magyar-Kanizsán közös szakmai konferenciát az Észak-Bánáti körzet ivóvíz minőségének állapotáról, annak arzéntartalmáról. A megengedettnél némileg magasabb arzéntartalom főleg Magyar-Kanizsa, Kispiac és Horgos ivóvizét jellemzi, s ez a probléma már évek óta foglalkoztatja az önkormányzatot. A konferencia létrehozását az indokolta leginkább, hogy a Horgosi Tiszamenti Vízművek Kft. Felszólítást kapott, miszerint a jogszabályoknak nem megfelelő a vízminősége a községben. A konferencián résztvevő intézmények és önkormányzati képviselők arra a megállapításra jutottak, hogy bár a szigorú jogszabályoknak nem felel meg a víz minősége, de az egészségre az nincs kihatással, és a víz közel sem tartalmaz annyi arzént, amennyi káros lenne a szervezetünkre, de több önkormányzat és intézmény közös fellépésével ez a probléma is orvosolható. Magyar-Kanizsa önkormányzata Fejsztámer Róbert polgármester szerint a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít majd az ivóvíz minőségének további javítására, mégpedig a Kispiacnál kiépített arzénmentesítő felújításával és újbóli üzembe helyezésével, valamint az arzénmentes kutak kiépítésével és az aszbeszt csövek folyamatos cseréjével a község számos pontján. Ez a téma igaz, hogy most éli újra aktualitását, de arra föl kell hívni mindenkinek a figyelmét, és azért is ültünk össze mindannyian, hogy ezt a témát szakmailag átjárjuk és körbejárjuk, hogy ez a téma már 50 éve jelen van a mi vízzel foglalkozó rendszerünkben, hiszen valójában a víz arzén tartalma, főleg itt a mi községünk területén ez 3 településre vonatkozik főként, Magyar-Kanizsára, Horgosra és Kispiacra. Ezt a problémát mi már, mint önkormányzat hosszú-hosszú évtizedek óta húzzuk. Ami az aktualitását illeti, az azért van, mert hogy kapott a vízművek egy felszólítást arra vonatkozóan, hogy az új jogszabályok tekintetében a víz nem felel meg az előírt százalékszámoknak, ami egyébként a szakmai egyeztetés után mind a vízművek képviselőivel, mind pedig az egészségügyi intézet, a regionális egészségügyi intézet képviselőivel arra megállapításra jutottunk, hogy az egészségre nem káros az arzéntartalom, ami a vízben megtalálható. Igaz, hogy a jogszabályoknak, amik nagyon szigorúak, nem felel meg, viszont az önkormányzat azon dolgozik folyamatosan, hogy ezt a jogszabályok szintjére lecsökkentse ezt az arzén mennyiséget, ami a vízben most pillanatnyilag jelen van. Ezért lehetünk szemtanúi annak is, hogy építettünk Kispiac tekintetében egy arzénmentesítőt, még 4-5 évvel ezelőtt, aminek a felújítása és újra üzembe helyezése most fejeződik a napokban, hetekben. Plusz jövő évben kapni fogunk 12 közkutat, amin keresztül arzénmentesítve tudunk hozzájutni a csapvízhez. Harmadrészt azzal is mindenki tisztában van, aki követi az önkormányzat munkáját, hogy folyamatosak az aszbeszt csöveknek a cseréi a községünk teljes területén, ami szintén a víz minőségének a javításához járul hozzá, és természetesen az elkövetkező években is, mind ahogy eddig is, az önkormányzat amilyen formában tud tartományi és köztársasági eszközökhöz jutni, folytatni fogja a víz minőségének a javítását. A közös megbeszélésnek egyébként is, ennek közös találkozónak az volt a fő célja, hogy mind a 6 önkormányzat és település, község egységesen lépjen föl a tartományi szervek és a köztársasági szervek felé, hiszen igaz, hogy ugyanabban a vízmedencében vagyunk, mint ahol egész Vajdaság és Dél-Magyarország, de egyszerűen a pénzügyi lehetőségek, az önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé azt, hogy gyorsabb tempóval fejlesztünk, gyorsabb tempóval próbáljuk megoldani ezt a problémát. Ezért van szükségünk egy közös fellépésre, ezért van szükségünk tartományi köztársasági támogatásra, és ezért van szükségünk egy összezárásra a szakma részéről is, hogy a lehető legjobb megoldást, a lehető leggyorsabb megoldást találjuk meg erre, még egyszer kihangsúlyozom, 50 éve húzódó vízügyi
problémára. Nyilatkozta a polgármester, aki kiemelte, a találkozó fő célja az volt, hogy mind a hat résztvevő önkormányzat egységesen lépjen fel a tartományi és köztársasági szervek irányába, és ezáltal minél gyorsabban a lehető legjobb megoldást találják meg az ivóvíz minőségének javítására. A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési lehetősége Szerbiában lényegesen rosszabb a népesség egészénél. Ebből kifolyólag hozták létre az érzékenyítő programot Magyar Kanizsán, amelyben részt vesz a Kommunalac kommunális szolgáltatók központ is, akik már többször is foglalkoztattak valamilyen fogyatékkal élő személyt, mint munkaerőt. Az évek folyamán a közmunkaprogramon keretein belül többször volt szerencsénk alkalmazni megváltozott munkaképességű embereket, és általában azokat a legegyszerűbb munkákat tudtuk nekik biztosítani, mint például a szemétszedés, vagy a környezet tisztántartása. Tehát ezek azok a munkák, amik nem igényelnek komolyabb fizikai erőnlétet, és a munkák egyszerűségétől fogva könnyen elvégezhetőek, és mindenki számára átláthatóak és lekövethetőek. Magyar Kanizsa községben a Szociális Védelmi Szolgáltató Központ mint társpartner vesz részt a Transdia projektben, amely lényegében felkutatja és segíti mind a munkáltatót, mind a munkavállalót, ezzel elősegítve a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci jelenlétének növelését a községben, így jelenleg 4 személy van munkaviszonyban a községben. Mindenféle munkára tudjuk alkalmazni az embereinket, természetesen ehhez kell a rehabilitáció, ami szükséges ahhoz, hogy betanuljanak, kell a mentorok segítsége. Ez a pályázat ebben is segítséget nyújt, ugyanis 5 mentor képződött ki ennek a pályázatnak a keretében, hogy segítséget nyújtsanak a munkába álláshoz a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyeknek. A magyarországi társpartner ebben az IPA projektben a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, akik jelenleg 13 fő rehabilitációs foglalkoztatásában vesznek részt, és további fejlesztésekben is gondolkodnak. Kiderült a kutatásból is, hogy nagy az információ hiány, és most valószínű, hogy meg fog alakulni egy szakmai csoport Szegeden, ahol konkrétan a hivatalok, a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők lesznek, akik ezt a területet még hatékonyabban tudnák erősíteni és fejleszteni és odafigyelni, hogy ez a dolog ez jobban menjen, úgymond, mert nagyon sok megváltozott munkaképességű ember van, aki tudna dolgozni, de segítség hiány, információ hiány, ezt nem tudja megvalósítani. A projekt teljes összköltsége 98.190 euró, amelyből a Magyar Kanizsa önkormányzata és a magyarországi partner is több fejlesztést tudott megvalósítani. Magyar Kanizsának 2 Unidom épület között szervezték meg a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió élő jótékonysági Adni Öröm című műsorát, amellyel a Magyar Kanizsai Vöröskeresztnek gyűjtöttek adományokat. Színültig megtelt dobozok, ételcsomagok, higiéniai eszközök, ruhanemük, pénz, sokan voltak adakozó kedvükben Magyar Kanizsa főterén. Az eseményen a Varga Csárda jóvoltából forró tea és haltöpörtyű várta a jótékonykodókat. Sok embernek szüksége van rá, és minden évben, amikor megszervezik, akkor szoktam hozni egy kis, amit éppen összetudok szedni a ház körül, tehát külön nem szoktam nagy pénzt ráfordítani, de sok minden kiadódik otthonról, és akkor olyasmit elhozok, amit már egy-két hónappal vagy egy évvel ezelőtt bevásároltam, és akkor nem azért, mert nálunk nem fogyna el, de szeretem, hogyha mindenkinek jó az ünnepje, meg szép az ünnepje. Minden évben, amikor van ilyen alkalom, szoktam mindig hozni. Volt már ilyen cipős dobozos hozomány is, abba is hoztam, meg amikor van ilyen, akkor szoktam adakozni.
Az idei jótékonysági műsorban újdonságnak számított, hogy az élőben fellépő zenekartagok, énekesek mind a Pannon RTV munkatársai voltak. Voltam már több hasonló rendezvényen, és mindig szívesen vállalom azt, hogyha valaki felkér ilyen rendezvényeken, mert tehát ahogy már a neve is mondja, adni öröm, tehát az, hogy valamit tudunk magunkból adni és másoknak örömet okozni, ez szerintem a legfontosabb. A hideg idő ellenére az emberek folyamatosan vitték adományaikat, valamint egy komolyabb pénzbeli felajánlás is érkezett a Juhász zenekartól. Magyar Kanizsa polgármestere is kilátogatott a jótékonysági rendezvényre, és ő sem érkezett üres kézzel. Fejsztámmel Robert elmondta, hogy szerinte az adakozás nagyon fontos, de nem csak karácsony tájékán, hanem az év többi részében is. Én úgy gondolom, hogy minden kezdeményezés, ami valamilyen formában segíti azoknak az embereknek az életét és életkörülményeit, akik erre rászorulnak, azt a kezdeményezést, hogyha valaki megadja az alapot, akkor azt fel kell vállalni és mellé kell állni. Nem ez az első eset, tehát minden évben Magyar Kanizsa Község Önkormányzata odaáll ezekhez a kezdeményezésekhez. Ugyebár a tavalyi év folyamán ez még a Pannon TV-n keresztül történt, most a rádión keresztül, és természetesen, hogyha jövőre megkeresnek minket, akkor is nyitottan állunk az ilyen kezdeményezésekhez, mert úgy gondolom, hogy maguk a magyar kanizsaiak, a községbeliek is olyanok, akik szeretnek adakozni, szeretnek segíteni az embereken, és hogyha meg tudják tenni, akkor meg is teszik azt a segítségnyújtást, amit elvárnak tőlük. A műsor után az összegyűlt adományokat a Pannon RTV munkatársai segítettek átszállítani a Vöröskereszt raktárába. A szervezet munkatársai elmondták, mintegy 120 személy részére juttatják el az adományokat. Csoda sarkot adtak át a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában, amelyet a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékozott. Az iskola két diákja nyerte meg az intézménynek a 100 000 forint értékű jutalmat a Miénk a Város című pályázaton. Tilénkó Luca volt az egyik nyertese a 4 hétig tartó online játéknak, és így negyedszer is sikerült neki megnyernie az iskola számára a 100 000 forint értékű csodasarkot. Nekem ez a játék nagyon tetszett, érdekes volt, volt pár kvíz is benne, meg rajzolni kellett, és idén most a család volt a téma. Volt olyan játékrész, hogy vasárnap délután hogy a család mit csinál, és én azt rajzoltam le, hogy a Kereszkastély körül biciklizünk. Nekem a legjobb azt tetszett, amikor a képet kellett küldeni, hogy karácsonykor mit szoktunk a családot csinálni. A verseny végén a megszerzett pontszámok alapján 50 résztvevő nyert saját iskolájának csodasarkot. Tilénkó Luca mellett Faragó Maja is kiemelkedően teljesített, így az iskola több értékes fejlesztő játékkal, gyermekkönyvekkel és társasjátékkal gazdagodott. Ezeket az ajándékokat a gyerekek az iskolának nyerték, önszorgalomból vettek részt ezeken a játékokon, és azt gondolom, hogy mindenféleképp nagy jelentőségű az, hogy önmagukért és a közösségért tettek le valamit az asztalra. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az iskola mellett nagyon nagy szerepe van a családi háttérnek, a szülői háttérnek. Mindenképp nagyon fontos, hogy a rendezett családi körülmények között éljenek azok a gyerekek, akik egy ilyen játékon megmérettetik magukat, és esetlegesen eredményeket hoznak, illetve érnek el. Mindezen kívül megemlíteném azt, hogy ha van egy fantasztikus csapat az iskolában, és gondolok itt a tanárokra, az osztályközösségre, az mindenféleképp előre lendíti a gyereknek a tudását, a szorgalmát, hogy egy ilyen játékban részt vegyen. A játék a Külhoni Magyar Családok Éve programhoz szervesen kapcsolódik, amelyben a Magyar Nemzeti Tanács is nagy szerepet vállal. Ami a legszebb üzenete ennek a versenynek, hogy mindig egy közösségnek a nyertesek fölkínálják az ajándékot, így jutott el már több alkalommal itt Horgoson a csodasarok, és hát most az államtitkár úr, hogy átadta ezt, azt hiszem, hogy ez külön kitüntető díj számunkra, és hát a másik nagyon fontos eredmény az, hogy az 50 versenyző közül 9 iskola díjba fog itt részesülni a délvidéken, tehát úgy gondolom, hogy a gyerekek nem csak ügyesek,
a Kárpát-medence magyarságához képest túlteljesítik ennek a versenynek a feladatait, és hát örömet szereznek, és hát most az adventi időszakban talán szebb pillanatot nem is lehetett volna kiválasztani ennek a díjának az átadására, hiszen a várakozás, a csodavárás, a karácsony előtti ajándékozási szép pillanatok jegyében történt mindez, és hát elsősorban a gyerekeknek, és azoknak kell gratulálni, akik ezt a díjat örömmel, boldogan fogják használni. És hát külön gratulálunk a Horgos iskolának, hiszen azt láttuk, hogy mind a versenyzői, mind a föllépői, mind pedig az egész tantestület, maga az épület egy olyan korszerű 21. századi követelményrendszer tud fölmutatni, amely úgy gondolom, hogy arról kell, hogy árulkodjon, hogy sok más iskolából érdemes ide eljönni, megcsodálni ezt, és amit lehet továbbvinni, tapasztalatot, örökséget, értéket, és azt a magyar szellemiséget, amelyet itt éppen nyomon tapasztalunk és látunk. A játék célja, hogy megtalálja és segítse azokat, akik egy-egy közösségért tenni akarnak. Az ajándékot az iskolának Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át. 100 000 forint értékű csodasarok csomagot adunk át az intézményeknek. Ebben elsősorban gyermekkönyvek és különböző olyan játékok vannak, amit a gyerekek közösen is tudnak használni. Az a lényege ennek a vetélkedőnek, hogy akik benne játszanak, azok a saját közösségüknek, illetve iskoláiknak nyerik el ezt a csomagot. Most 9 vajdasági településnek az általános iskolája nyerte el ezt a többek között ezt a csomagot, és örülök annak, hogy Horgoson, itt a Kárász Karolina általános iskolában is ezt át tudtuk adni. Nagyon ügyesek voltak, két kislány nyerte meg ezt a csomagot, és nekik volt köszönhető az, hogy gazdagodott az ő iskolájuk. Mindig örömmel, mert jó látni a gyerekeket, ahogy átveszik ezeket a csomagokat, illetve utána reméljük, hogy tényleg fogják használni. Másrészt pedig ez az átadó lehetőséget teremtett arra, hogy egy kis iskola egy közösségi rendezvényt, egy kis ünnepet tudjon megszervezni, és nekünk meg van egy kis benyomásunk az adott településről, illetve erről az intézményről. Meg hát tudunk azokkal találkozni, beszélgetni, akik itt élnek, itt dolgoznak, akik megfogalmazzák a problémáikat, illetve az elmúlt évek sikereiről tudnak beszámolni. Egyébként egy nagyon szép iskolában vagyunk, ahova kb. 500 tanuló jár. Örülünk annak, hogy ilyen sok gyerek van, reméljük, hogy a jövőben még több lesz. Az átadóra a horgosi kisdiákok alkalmi ünnepi műsorral is készültek. Az Aromhegyesi Ulmus Egyesület minden évben megszervezi a Fafaragó alkotótábort, ahol számos külhoni és hazai művész és amatőr napokon keresztül dolgozik életnagyságú szobrain. A fából készült alkotásokat rendre ott is hagyják Aromhegyesen, hogy onnan aztán a legmegfelelőbb helyre kerülhessen. Így került Oromra Szent István a templom bejáratához, ezúttal pedig megkapta maga mellé a párját, Gizellát, aki az első magyar keresztény királyné volt. Szent mise után áldotta meg Utasi Jenő plébános a szobrot, aki elmondta, hogy nagy öröm számukra az újabb ajándék. Az oromi templomnak talán azért is hatványozottan fontos és örömteli az adomány, ugyanis a maga egyszerűségében pompázik, mellőzve mindenféle túldíszítettséget, és így karácsony közelettével kapott egy újabb égkövecskét. A szobor Boldog Gizellát ábrázolja, azt a Gizellát, aki Szent István feleségeként sokat tett azért, hogy a kereszténység gyökeret verjen a magyarok körében. Tehát ilyen értelemben egyrészt az szellemi és az anyagi értéke, lelki értéke ötvöződik ebben a szoborban. Az ajándékot az Ulmus Egyesület elnöke Erdélyi István adta át az oromi hívők legnagyobb örömére. Szalai Norbert készítette azt az alkotást Nagyatádról. Hát ez a 8. nemzetközi fafaragó tábornak az egyik témája volt, amit az idén sikerült megvalósítanunk. Gizella és István most már együtt várják az oromi híveket a templom ajtaja előtt a magyarországi alkotók kezemunkáját dicsérve. A felnőttképzők regionális hálózata kötés tanfolyamot hirdet felnőttek,
16 évnél idősebb személyek számára, akik szívesen megismerkednének a kötés alapjaival. A 40 órás tanfolyamon való részvétel teljes mértékben ingyenes, egyetlen feltétele a tanórákon való jelenlét, szorgalom és motivált hozzáállás. Jelentkezni a 873-043-as telefonszámon lehet. Az órák megtartására január és február hónap folyamán kerül sor. A képzést a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatja. Magyar Kanizsán a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben szerveztek óvodásoknak versmondó versenyt. A legkisebbek a télhez, a decemberhez kötődő versikével készültek. A község területéről 12 gyerek mutatkozott be a verses délutánon. Fehér Janka egy kutyusról szavalt. Az is van benne, hogy a kutyának, hogy nincs más télen fekete, csak a kutyának a hegye, az orrán. Kávai Kata iskolai előkészítőbe jár, és Fésűs Éva december című versét adta elő. Hát a térről, meg az állatokról, az erdei állatokról. És mit csinálnak az erdei állatok ebben a versikében? Hát a mokos bevújik az otthonjába, meg havas lesz a medve is, meg a mókusz. A rendezvény a December Puttonya nevet kapta, amelyet az Óvoda és Magyar Kanizsa Község Pedagógus Egyesülete közösen szervezett. Ez már egy több évre visszamenő gondolat volt számunkra. Minden évi tervünkben tervezgettük, hogy hol kezdjük. Hát először az iskolába kezdtük ezeket az ezer esztendővel, majd aztán a szerdgyerekekkel a tavalyi év folyamán, és akkor az idejében sorra kerültek az óvodások is. Valószínűleg, hogy népszerű, mivel mindenki képviseltet van a község óvodáiból, és nagyon jól vették a lapot, mert az óvónénék mindjárt ráharaptak erre a szép rendezvényre. Minden diák egy-egy verset tanult meg, és éneket gyakoroltak be az óvónénik és a szülők természetesen. A szülőket sosem szabad kifelejteni ebből, mert ők is a háttérben nagy támogatók. A versmondó találkozóra minden iskola előkészítős tagozatból egy gyerek érkezett a község minden óvodájából. Veszelina Vibolya igazgatónő szerint az ilyen események létfontosságúak a gyerekek egészséges fejlődése szempontjából. Veszelina Vibolya, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatónője a mai napon óvodások számára hirdettek versmondó versenyt. Milyen céllal került megszervezésre ez a verseny? Célunk elsőként a gyermekeknek a versnek a megszerettetése. Ez az óvónőknek nem új, mivel napi szinten hallják a verseket az óvónéniktől, nagyon szívesen hallgatják, nagyon szívesen megtanulják a verseket. A mai napon az iskola előkészítős gyermekek szerepelnek, ők mondanak verseket, és ezzel szeretnénk hagyományát tenni, ez a nagyon szép ünnep közelettével, és hogy ilyenkor együtt, egy szép délutánt együtt töltsünk, de közben a gyermekek a szép kifejező versmondással megmutatják azt, hogy az anyanyelvüket hogyan ápolják, milyen fontosnak tartják azt, hogy hogyan kell a verset hangoztatni, hogyan kell a levegőt venni, hogyan kell a szép kifejező versmondást megtanulni, elmondani. A találkozón minden kisgyerek egy meséskönyvet kapott ajándékba. Karácsonyi erdő végeztelen végig, széles etetőkön arany szína fénylik, viharvet vagy disznók, ázófázó őzek, szép büszke szarvasok, mind-mind oda jönnek. A Magyar Kanizsai Pittypang óvodában az Ügyes Tanoda egy karácsonyi délutánt szervezett az ügyes tanodás gyerekeknek és szüleik számára. A gyermekek a szüleikkel és fejlesztőikkel együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, játszhatnak egy jót, verset is mondhatnak, mondókázhatnak, és persze a télapó is meglátogat bennünket. Az Ügyes Tanoda immáron 5 éve működik eredményesen, második éve pedig szervezzük meg ezt a télapóvárás rendezvényünket. Az Ügyes Tanodában képesség és szociális kompetencia fejlesztések folynak.
Az ügyes tanodás gyermekek nagyon szeretnek ide járni, örömmel jönnek minden alkalommal. Ügyes tanodával célunk, hogy a gyermekek bealakuljanak a csoportokba, ugyanakkor differenciálódjanak, mint különálló egyének. Itt az ügyes tanodában nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek finommotorikus képességének fejlesztésére, a grafomotorika fejlesztésére, kommunikációs készségüket fejlesszük, a gyermekek szocializációs képességét, önbizalmukat erősítsük, és hát nagyon fontos, hogy minél több pozitív élménnyel gazdagodjanak. Célunk, hogy a gyermekek óvodából kikerülve eredményesen kezdjék meg az iskolát, minél több pozitív élménnyel gazdagodva. Ahhoz, hogy ez a mai szép rendezvényünk létrejöjjön, támogatóinknak köszönetet kell mondanunk. Külön köszönetet kell mondanom a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény vezetőségének, akik egész éven át biztosították, hogy a Pittypang óvodában meg tudjuk tartani a fejlesztéseket. Minden kedves Info Televízió nézőnek pedig kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! A Csikabiga Iszak-Vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete immáron második alkalommal szervezi meg ezt a délutánt, aminek célja kettős, egyrésztről az, hogy a gyermekek egész évben elsajátított ügyességeit bemutassák, másrésztről pedig, hogy mindezt keretbe foglaljuk és éljünk az ünnepnek. Bízunk benne, hogy jövőre is ugyanígy találkozni fogunk, és egy tradíciót tudunk ebből az ünnepélyből teremteni. Nagyon köszönjük, foglalj helyet! Nagyon örülünk, hogy eljöttél! Az idősek otthonában Magyar Kanizsán a karácsony közelettével a zeneiskola növendékei karácsonyi zenékkel kedveskedtek a bentlakóknak, amelyet gitáron, furuján és harmonikán adtak elő a diákok. Az idős nénik bácsik nagyon örültek az előadásnak, amellyel a gyerekek elhozták számukra a karácsony hangulatát. December 14-én pénteken új kiállítás nyílt a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban Kalákázni jó címmel. Az anyagnak az alcíme Kiállítás a fürdő és közösségépítő kalákák 2001 óta tartó történetéről. Ennek szervezője, megálmodója a budapesti Árztópia Alapítvány, a helyi partnere pedig a Vemszikál Szerbia Egyesület, valamint a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény. Kalákázni valóban jó, és ezt a fogalmat újabban, az újszerű értelmében pár éve mi is megtanultuk itt Magyar Kanizsán. Magyar Kanizsa is szerepel ennek a kiállításnak az anyagában. Hogyan vándorolt ide ez a kiállítás, és hogyan szerepel benne Magyar Kanizsa, illetve Magyar Kanizsa község? A Székelyföldön indított fürdőépítő kalákáknak az első állomása, amely kikerült Székelyföldről, Magyar Kanizsa lett. Ennek több éves előzménye van, saját magam is valamilyen szinten része vannak ennek az előzmények, mivel 2005-ben részt vettem férjemmel a Csíkszentkirályi kalákában és a Csobotfaldi kalákában. Ekkor már nagyon sokat beszéltünk erről, tehát nekünk, számunkra ez nagyon nagy élmény volt, és későbbiek folyamán Hajdú László is részt vett egy
Parkalákában, majd Vigi László szintén, és ugye ez egy ragályos folyamat. Tulajdonképpen mindenki, aki részt vesz valahol egy kalákában, az természetesen arra gondol, hogy lehetne ezt megvalósítani a saját otthonában, hogy mi lehet az, amit ugye föl tudnánk esetleg újítani kalákás szerveződésben. Hát így esett tulajdonképpen sor, vagy így esett a választás a Barátok kutyára, amelyet 2016-ban kezdtünk el felújítani, majd 2017-ben és 2018-ban is folytattuk, valamint 2019-ben most alakul az időpont, hogy mikor lesz az álmaink szerint a befejezése ennek a gyönyörű kútnak. Funkcionális állapot volt, ugye állatitatóként használták többnyire, de a helyi tanyavilág lakói előszeretettel használták fürdésként is az akkori vájút, ami sajnos nagyon rossz állapotban volt. Egy páran Kanizsáról is jártak ki, és ezért is született meg ez a vágy, hogy ezt föl lehetne újítani, mivel hogy gyógyvize van ennek a kútnak. Szerencsénkre ugye Kanizsa gyógyvíz, ugye gyógyfürdő, nem véletlenül tele vannak gyógyvízzel a föld alatti ártézi forrásaink. Így itt nem volt nehéz választani. Mondjuk ez volt a legkézzelfekvőbb ötlet, és a legmegvalósíthatóbb ötlet, hogy abból a költségvetésből, amit összetudunk szedni, ugye alapítványokból, vagyis összetudtak szedni az Ársztópia és a Vemszikál szervezésében meg tudjunk valósítani. Maga a kaláka fogalma az nagyon régi gyökerekkel bír. Régen az emberek összejöttek és egymásnak fölépítették a házukat, vagy bármit, amire szükségük volt. Ennek ugye régen olyan értelemben közösségépítő ereje nem volt, mert a közösségek sokkal jobban éltek, tehát ez akkor magától érthetődő volt. Viszont a mai időkben ennek tényleg nagyon-nagyon erős közösségépítő hatása van. Én ezt most végignéztem, ahogy társaságok, emberek kerültek közelebbi kapcsolatokba, és ahogy ezek az emberek folyamatosan kapcsolatot, megtartva ezt a kapcsolatot, újabb dolgokat is létrehoznak, és egy ekkora városnak, mint Magyar Kanizsa, erre nagyon nagy szüksége van. December 14-én pénteken került sor a regionális kreatív műhely szervezésében a koncert Gyertyafénnyel a Régi Európa Zenéje című rendezvényre, melyen Lackhegyi Imre és Schallinger Artúr léptek fel. A magyar kanizsai közönség többször láthatta Lackhegyi Imrét, a különleges rögtönzési készséggel megáldott muzsikust, középkori, illetve kora európai zenéket játszani. Egyedi előadásmódja élővé varázsolta a régi muzsikákat. Ezúttal Schallinger Artúr társával együtt léptek fel Magyar Kanizsán egy akusztikus koncerten, a regionális kreatív műhely templomos zengéssel szolgáló próbatermében, ahol az adventi időknek megfelelően csak gyertyafény övezte a kiváló zenészeket. Valódi átszellemült estben volt része az érdeklődőknek. December 21-én, pénteken új kiállítás nyílik a Dobóti Hamér képtárban a Magyarság háza, a Knesa és a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ szervezésében. A Hunyadi Mátyás és a Korvinák című tárlat 18 órakor nyílik meg, előszót Kávai Szabolcs történész mond. Minden érdeklődőt örömmel várnak.
December 14-én kezdődött a karácsonyi vásár hangolódó elnevezésű rendezvény itt Magyarkanizsán. Ez egy háromnapos kézműves vásár, mely tulajdonképpen beharangozza az igazi karácsonyi vásárt, amelyet a kanizsaiak megszokhattak. Az önkormányzat ebben az évben így két hétvégén szervezte meg a karácsonyi vásárt, vagy szervezi meg a karácsonyi vásárt, hiszen a következő felvonás még előttünk van. Ami a december 21 és 22-i programot illeti, valóban olyan karácsonyi vásár zajlik majd itt a városban, ahogy az minden évben lenni szokott, kísérő programokkal és gazdag programkínálata. Elsősorban a gyermekeknek és a családoknak kedvezünk ezekkel a kísérő programokkal. December 21-én pénteken, tehát karácsonyi manótornával indulunk, ezt követően Barát Mária várja majd az érdeklődő gyerekeket interaktív bábozásra, és ebben az évben először a Csirimolyó kiadó érkezik hozzánk Budapestről, akik szintén kézműves foglalkozásokkal várják a legkisebbeket. Utána pedig hát Mácsai Mónikát sem hagyhatjuk ki sose a kísérő programok közül, ő is kézműves foglalkozással érkezik. Ami a szombati programot illeti, tehát a december 22-i programot, délután süti gyárba várunk mindenkit, gyerekek szülőkkel együtt közösen készíthetnek apró süteményeket, és még fondű partit is rendezünk nekik. Utána ismét a Csirimolyó kiadó várja a gyerekeket, és azt követően délután 5 órától szombaton bemutatkozik a Varázsszín drámakör. Ez a Varázsszín nemrégen kezdte el működését, és az angyalkák érkeznek majd ide a Varázsszínből a karácsonyi vásár területére. És mivel tavaly nagy sikere volt a Jingle Jazz duónak, ezért úgy döntöttünk, hogy ebben az évben szintén felléphetnek a fiatalok, akik karácsonyi dalokat adnak elő jazz köntösben. Ezt pedig kézműves foglalkozás zárja majd ismételten, mely természetesen fűtött helyen, most kivételesen sátorban lesz megszervezve, nem a valamikori biztosító helyiségeiben, de fűtést biztosítunk, szalmabálákat is, úgyhogy senki nem fog fázni, látogassanak ki a vásárba. Szeretnék két eseményt kanizsai polgártársaimnak bejelenteni, ami az elkövetkezendő pár napban fog történni Kanizsán, hiszen közeledünk az új év karácsony felé, már nagyban folynak az előkészületek, és hát a jó szokásokat az idén sem szeretnénk megszakítani. Időrendi sorrendben mondom, először december 22-én szombaton, ezúttal egy karácsonyi futást szeretnék bejelenteni, hiszen hát a Mikulás futásra már késő van, hiszen elmúlt. Méghozzá a Magyar Kanizsai Futóklub szervezésében, és hát az Ifjúsági Szövetkezet Újvári Zsombor barátom szervezésében. Ezúttal ez a történet sajnos nem tud az úton történni, hiszen a közúton, hiszen a lezárásokra nincsen mód, és így a járdán fogunk futni, méghozzá az indulás a kispark, tehát a Városháza előtti kisparkból fog történni. Délután 17 óra 30 perckor indulunk, kérem, hogy ott gyülekezzünk mindannyian, és végigfutunk egészen a Nagy utcán, a járdán, a Nagy áruházig, ahol hát egy rövid időre megszakítsuk a futást, egy kis szaloncukorosztásra kerül sor, majd a Nagy utca másik oldalán, remélem, hogy a tömeg, hiszen minden évben tömeget várunk, visszafut az Unidom elé, ahol már a karácsonyi vásár akkor javában fog folyni, és hát ott ismét egy kis barátkozásra, egy kis szaloncukorosztásra, egy kis üdítőre kerül sor, és mint minden évben remélem, hogy most is tömeges lesz ez a rendezvény, hiszen hát a nagytaták, nagymamák, kisunokák, a kismikulások, de hát akár Virgáccsal is megjelentek már eddig is többször, az ördögök is, akár tiszteleteket teszük ezúton is ezen a napon. Tehát még egyszer mondom, december 22-én szombat, a Városháza kispark elől indulunk, délután 17 óra 30-kor. A második rendezvény, ami hétfőn, tehát december 24-én, karácsonybőjtjén, tavaly már egy nagyon szépen megszervezett halászléfőzés történt. Úgy szintén jó barátunk, a Holker tulajdonosa, Szecsei Szilveszter főszervezésében 120 kiló pontyból lesz halászfé főzve, természetesen nagy részt azoknak a polgárainknak szánjuk, akik esetleg nem tudnak halászlét főzni, vagy nem jutnak hozzá, de sok szeretettel várunk természetesen most is mindenkit, mint ahogy ezt tavaly is tettük.
Itt hagyj említsem meg, hogy a Holkeron kívül hozzájárultak még ehhez a rendezvényhez az SD Martonos, a török kanizsai Aléva, valamint a kanizsai Genéza is, és természetesen az idén a helyi közösség és a Gasztrobalkán tulajdonosa, Bancsó Attila, közös munkánkkal, hogy úgy mondjam, hozzáteszünk még annyit, hogy forralt borral is tudunk szolgálni, hiszen hát az időjárás valószínűleg ezt majd meg is követeli. Ez mellett, amivel még bővül ez a 24-i rendezvény, ez egy élő Betlehem bemutatót is fogunk látni a délelőtt folyamán, méghozzá egy zentai társulat előadásában. Én hiszem, hogy ez egy plusz és egy nagyon szép program lesz, tehát érdemes kijönni családokkal és gyerekekkel is megnézni ezt az egész történetet. Viszont hozzáteszem azt is, hogy hát komoly szakácsok, komoly tudással rendelkező szakácsok fogják elkövetni ezt a többbográsban főző történetet, hogy úgy mondjam, méghozzá természetesen Szecsei Szilveszter, Őszabó Imre, Kegyeres Dénes és hát Bácska Topajáról Pósz Ferenc is jelezte a jövetelét. Mint mondtam, tehát december 24, hétfő, már a délelőtti órákban mi természetesen korán ott leszünk. Megkérem a lakosságot, hogy aki elvitelre szánja a halászlét, az hozzon magának edényt, de természetesen felállítsuk a nagy sátrat is, és hát ha az idő megengedi, akkor hát a helyszínen is el lehet fogyasztani az adag halászlét, és hát még kéne hagyjam az idén is a kenyeret mellé természetesen a bratya Pék, a tusi barátunk fogja szolgáltatni. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža kao partner neprofitnog udruženja za autizam Sivarvanj i Segedina učestvuje u realizaciji projekta prekogranične saradnje Transdija. Projekat je počeo da se realizuje početkom februara ove godine i traje do 30. aprila 2019. godine. Vrednost projekta je 98.190 evra, od čega je podrška iz Evropske unije 83.461 evro. Transdija je projekat koji se sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje Interreg IPA Mađarska Srbija i bavi se istraživanjem mogućnosti zaposlenja osoba sa smanjenim radnim sposobnostima. Njegov glavni cilj je da ljudi sa smanjenim radnim sposobnostima ne rade samo u zaštićenom okruženju, već da nađu svoje mesto na otvorenom tržištu rada. I kakva su iskustva iz ovog projekta, šta je sve učinjeno? Rađeno je jedno istraživanje u vezi sa tim koliko su informisani firme u okruženju o zapošljavanju osoba sa smanjenim radnim sposobnostima, odnosno kakva su iskustva imaju na tu temu. I u istraživanju je učestvovalo 15 preduzeća, 10 sa teritorije opština Kanjiža i 5 sa teritorije grada Subotice. Rezultati istraživanja su pokazali da poslodavci pokazuju nedovoljno upoznatosti sa konceptom zapošljavanja osoba sa promenjenim radnim sposobnostima koji se realizuje u Republici Srbiji. I poslodavci je neophodno edukovati i o različitostima radnika, o radnim mogućnostima osoba sa promenjenim radnim sposobnostima, socijalnom modelu, invalidnosti i sl. Potrebno je upoznati i sa modelima primere dobre prakse iz Evropske unije i obavezati da ih primenjuju politiku jednakosti mogućnosti prilikom zapošljavanja i da uzimaju i obzir i zapošljavanja osoba sa promenjenim radnim sposobnostima. Da li je bilo rezultata konkretnih u zapošljavanju? Konkretni rezultati da smo četvoro osoba sa... Rezultat je da se
4 osoba sa promenjenim radnim sposobnostima. Konkretan rezultat u dosadašnjem provođenju programa Transdija je da su uposlene 4 osobe sa umanjenim radnim sposobnostima. Oni su uposlene u preduzećima Geneza, Komunalcu i udruženju S tobom za njih u Kanjiži. U Genezi je jedna osoba uposlena za stalno, a ostali su angažovani u okviru javnih radova na određeno vreme. Mi svakako želimo da brinemo o tim ljudima, jer u svakoj godini imamo priliku da angažujemo preko programa javnog rada nekoliko ljudi koji imaju neke mane sa tim smanjenjem sposobnostima, i mi njih angažujemo na poslovima kao održavanje javnih površina, kao što je skupljanje smeća, čišćenje te javne površine. Znači, to u svakoj godini imamo priliku da ih angažujemo. Na šta treba ipak obratiti pažnju, imajući u vidu njihove sposobnosti? Jeste, to moramo posebno pratiti kako oni radu, jer ne možemo tako računati na njih kao što su ljudi sa punom radnom snagom, i to moramo posebno na neki način obezbediti te radne, kako da vam kažem, radne uslove, i posebno ih da pratimo kako napreduju, da li su uradili ili te radne zadatke, ono što je predviđeno. Pa jeste, moramo i mi malo biti, kako da vam kažem, tolerantni, ali ja mislim da u ranijim godinama imali smo lepe primere, i mi mogu da vam kažem da želimo da nastavimo ovaj običaj, da njih da angažujemo u budućnosti. Mogu da vam kažem da naše udruženje baš sakuplja te članove ove našeg udruženja koji učestvuju sada u ovom projektu. I tako da znači, bez našeg udruženja možda ne bi mogli ući ovu projektu. Koliko članova je okupljeno u udruženju i kako uspevaju oni da se radno angažuju? Naši stalni članovi, oko 26, koji su skoro svaki dan tu. Tu uključujemo naše spoljne mesne zajednice, znači uključena sve mesna zajednica. I ako računamo, imamo koji nisu svaki dan tu, oko 70 članova u udruženju. Članovi udruženja S tobom za njih se angažuju u nekoliko radionica, kao što su vrtlarska, grnčarska i tekstilna, a uključuju se i u svakodnevne aktivnosti u dnevnom boravku. U vrtlarskoj i grnčarskoj radionici ove godine je realizovan projekat sa 5 zaposlenih, a njihovo angažovanje je bilo 4 mjeseca dok je trajao projekat. Savet Severno-Banatskog upravnog okruga, u čijem radu su učestvovali čelnici 6 opština i rukovodioci javnih komunalnih preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem i Zavoda za javno zdravlje iz Kikinde, 6. sednicu održao je u Kanjiži na inicijativu DOO Potiskih vodovoda iz Horgoša i lokalne samouprave opštine Kanjiža, i razmatrao stanje vodosnabdevanja pijaćom vodom na ovom području. Rešavanje problematike vodosnabdevanja, kako je ukazano, nije ni jeftino ni lako, ali preovladava opredeljenje da se iznađu najekonomičnija i najracionalnija rešenja da bi građani imali što kvalitetniju pijaću vodu. Načelnik Severno-Banatskog okruga Nikola Lukač i predsjednik Kanjiške opštine Robert Feistamer su ukazali da su problemi kvaliteta pijaće vode prisutni već više decenija, pa je konstatovano da će se u narednom periodu zajedničkom inicijativom nastupiti prema pokrajinskim i republičkim vlastima u cilju da se obezbedi bezbednost ljudi iznalaženjem najboljih rješenja za kvalitetnije vodosnabdevanje u svim opštinama.
Konstatovali smo da ćemo u narednom periodu zajedničkom inicijativom pokušati da svaka lokalna samouprava da svoje mišljenje gde će zajedničkom inicijativom se nastupiti prema pokrajinskim i prema republičkim vlastima, a sve u cilju onog osnovnog i jedinog motiva, to je bezbednost ljudi, i da se u narednom periodu iznađe najbolje rešenje za ostvarivanje pijaće vode na teritoriji svake pojedinačne opštine na teritoriji Severno-Banatskog okruga, i da na kraju u nekom narednom periodu, posle više decenijskog lutanja u traženju rešenja, pronađemo konačno rešenje i da se u skladu sa zakonom i pravilnikom svi zajedno pridržavamo, a građani da dobiju najkvalitetniju moguću vodu za piće. Zajednički stav svih prisutnih je da imamo problem sa kvalitetom vode iz javne vodovodne mreže, i to iz razloga što svi zapravo koristimo vodu iz jednog basena koji se proteže i na susednu Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i ceo deo Vojvodine, koji zapravo u startu u svom hemijskom sastavu ima sadržaj nekih hemijskih elemenata koji su na većem nivou od maksimalno dozvoljenog po našem pravilniku za pijaću vodu. To je podatak koji je decenijski, znamo za njega unazad mnogo godina, i radi se na tome, pogotovo na teritoriji opštine Kanjiža, da se popravi kvalitet pijaće vode. Mi imamo nekoliko naselja u kojima imamo povećan sadržaj arsena, ali u veoma maloj meri, iznad maksimalno dozvoljenog, s tim da je veći bio u malim pijacama, ali to naselje smo rešili izgradnjom uređaja za dearsenizaciju. Tako da ovo što sad trenutno je u funkciji je za mali procenat iznad maksimalnog dozvoljenog, ali se radi na tome zajedno sa opštinom Kanjiža i uz maksimalnu podršku i saradnju njih i naših stručnjaka. Znači, projektna dokumentacija za ostala tri naselja za koja smo, vodili smo pregovore sa raznim mogućim donatorima već do sada oko izbora uređaja, i uređaj koji nam funkcioniše u malim pijacama praktično je jedan pilot postrojenja nama, zato što za ostala naselja bi trebao veći kapacitet. Vesna Markotić je naglasila da je zajednički stav da u svakom slučaju struka i šest opština treba da koristi iskustva iz postojećih rešenja, kao i da jedni drugima pomažu u rešavanju problema. Dogovoreno je da će se predstavnici javnih komunalnih preduzeća sastati u što skorijem roku da razmotre iskustva. Predsednica čokanske opštine Stana Đember napominje da je vodosnabdevanje jedan od ključnih problema, posebno kada je u pitanju hemijski sastav pijaće vode. Mogu da kažem ispred lokalne samouprave Čoka da smo danas imali zaista jedan kvalitetan sastanak, jer samo tako ujedinjenjem celog okruga možemo i sa problemima koje nas tište, a vodosnabdevanje je jedan od ključnih problema. Čoka je isto više decenijski problem hemijskog sastava vode, i to je važno da naši građani znaju da postoji pravilnik od pre 20 godina po kome se sad počelo raditi, i to je u stvari pozitivno i za Severno-Banatski upravni okrug i za sve naše lokalne samouprave, da želimo da se bavimo sa tim problemom. Ono što građani isto treba da znaju je da to nije toliko alarmantno, da sa više aspekata radimo na ovom problemu, i da sa ovog današnjeg sastanka su potekle inicijative, a to je jedna zajednička inicijativa koja će otići prema većim nivoima vlasti, a to je rešavanje i vodosnabdevanja i dobijanja kvalitetne zdravstvene vode za naše građane.
Milan Makivić iz javnog preduzeća Kikinda je naglasio da je vodosnabdevanju neophodno posvetiti dužnu pažnju, a da grad Kikinda i javno preduzeće Kikinda su tu da prenesu svoja iskustva sa svim izazovima sa kojima su se susreli s obzirom da su u programu izgradnje fabrike vode, odnosno postrojenja za preradu vode za Kikindu, a rešavaju vodosnabdevanje i za ostala naselja. U okviru priprema za predstojeće praznike u Kanjiži je od 14. do 16. decembra na trgu na glavnoj ulici kod Unidoma održan Božićni vašar. U subotu je u vreme Božićnog vašara sa ovog mesta uživo emitovan program Panon radija pod naslovom Sreća je u darivanju i vršeno je humanitarno prikupljanje trajnih namirnica u korist Crvenog krsta Kanjiža za pomoć romašnih sugrađana. U organizaciji lokalne samouprave Božićni program se nastavlja i narednog vikenda 21. i 22. decembra. Ove godine lokalna samouprava je odlučila da će u dva navrata da organizuje Božićni vašar. Tu gde se nalazimo je vašar trodevni koji je počelo 14. decembra i sadrži prelepe ručne radove koje mogu da posluže i kao ukras u našim domovima, a kao i poklon za predstojeće praznike. Što se tiče pratećeg programa koji se dešava pored nas, to je program Panon radija humanitarnog karaktera. Uživo se emituje program sa ovog trga iz Kanjiže, a u toku je i humanitarno prikupljanje osnovnih namirnica u korist Crvenog krsta i svih onih naših sugrađana koji su u potrebi. Što se tiče nastavka, to je sledeće nedelje. 21. i 22. decembra u Kanjiži također će se održati Božićni vašar, ali u naviknutoj formi sa bogatim pratećim programom. Sa ovim programom pre svega očekujemo decu i porodice da se uključe u naš program, pored toga da pogledaju i pazare u vašaru, da se uključe u ručne radionice, da malo igramo zajedno, bit će malo tu i fizkulture za najmlađe, da nam ne bude toliko hladno, pa sve što priliči prazniku. Sad ovog puta zajedno sa Panon radijom prikupljamo hranu i higijenu, znači svi građani Kanjiže koji malo prošetaju ovom lijepom snegu, lijepom vremenu, mogu da pogledaju vašar i naravno da donesu neku hranu za naše najugroženije ljude. Na štandu Crvenog krsta mogu da biraju knjigu koja isto nema cenu nego dobrovoljni prilog i može uz jelku, ispod jelke ide, da ide jedna knjiga. Ako jedno dijete gladuje, je to puno ili malo? Znači ima puno dece koje se hrane u narodnim kuhinjama opštine. Ima i starijih ljudi iznad 65 godina, korisnici 113 osoba otprilike hrani svakodnevno u narodnoj kuhinji i mogu reći još toliko porodice ili osoba koji su ugroženi, kojima je toplo, bilo bi to potrebno topla kuća, sto, hrana i higijena. Koliko su ljudi raspoloženi, ovi koji imaju da im pomognu? Kanjižani su uvek bili dobri ljudi i uvek su dobri ljudi, pomognu. Već u toku nedelja smo osjetili zajedno sa radijom kako smo radili, počeli su reklame, došli su u Crveni krst, ponudili su pomoć. Cijele godine garderobe donesu. Znači garderobe imamo jako puno, ono što je najviše nedostaje to je uvek hrana i higijena. Lokalna samouprava i onako cijele godine proba da pomogne onima koji su u najtežim uslovima, ali ne samo onima, nego i onima kojima treba mala podrška da bi živjeli bolje ili postigli neke rezultate. Znači, kada pričamo o tome da pomažemo nekima, onda da ne pričamo samo o siromaštvu ili o socijalnoj kategoriji, nego da pričamo o svim ljudima kojima je potreba bilo kakva pomoć da bi mogli da napreduju u životu. I ja verujem u to da na celoj teritoriji naše opštine ima mnogo takvih ljudi koji ne samo kada je praznik, nego cele godine pomažu ljudima.
Udruženje prosvetnih radnika opštine Kanjiža i predškolska ustanova Naši biseri prvi put organizuje recitatorski susret pod nazivom Decembarske čarolije ovde u našem vrtiću Naši biseri u Kanjiži. Na ovom susretu recituju i učestvuju deca iz pripremno-prečkolskih grupa iz cele opštine. Iz svake pripremno-prečkolske grupe učestvuje jedno dete, odnosno jedno dete recituje. Ima 12 dece iz 12 pripremno-prečkolskih grupa. Mi obrađujemo mnoge recitacije tokom školske godine u vrtiću iz više razloga. Jedan od najvažnijih razloga je što deca vole da recituju, vole recitacije, a pored toga recitacijama se bogati rečnik, razvija se rečenica, tempo govora, zatim pamćenje, a upisivanjem pesničkih slika mi zapravo razvijamo i maštu kod dece. Pošto nam se približavaju praznici, zato su teme ovih recitacija sada zima, novogodišnji i božićni praznici. Danas smo pravili malu svečanost za decu i roditelja Spretne školice. Spretna školica je osnovana pre 5 godina sa saradnjom Udruženja defektologa Severne Vojvodine Pužić i predškolska ustanova Naši biseri Kanjiža. Spretna školica prvenstveno se bave decom predškolskog uzrasta koji se malo teže uklapaju u grupu i malo se težu socijalizuju. Cilj i zadatak spretne školice da se deca integrišu u zajednicu i da im pružimo mogućnost da se diferenciraju kao pojedinci. Cilj rada je lakše i brže prilagođavanje školskoj sredini, olakšavanje usvajanja znanja i veština, a naročito da se obogati njihova ličnost. Želim da se zahvalim donatorima koji su sa donacijama uljepšali ovaj dan. Posebno se zahvaljujem vojstvu predškolskoj ustanovi Naši biseri koji su omogućili prostor gde smo mogli održati tu malu svečanost. Svim gledaocima Info televizije želimo lep praznike i sretnu novu godinu. Želeo bih našim dragim građanima da najavim dve manifestacije koje će se događati u sljedećih 10 dana, i to je prvo 22. decembra u subotu. Ovaj put božićna trka, pošto je Mikulaš već prošao, i svake godine u organizacije trkačkog kluba iz Kanjiže i omladinske zadruge na čelu sa Ujvanim Žomborom, i ove godine organizuje jednu trku za mališane i za odrasle, naravno. I ovaj put nećemo nažalost moći da trčimo na javnom putu, nego ćemo trčati na trotoaru. Znači, subotu 22. decembra u 17.30 je okupljanje ispred malog parka, ispred gradske kuće. Očekujemo sve naše građane, mališane i odrasle, dede i bake, da dođu i da zajedno provodimo lepo posle podne. Samo bi toliko rekao da ćemo zastati naravno kod robne kuće pre prelaza na drugu stranu ulice, a završetak trke će biti kod Unidoma, gde će već znači novogodišnji vašar biti u toku, i tamo ćemo deliti naravno i mališanima i svim dražnim našim gostima bombone i osvežavajuća pića. Druga manifestacija koja će se događati, to je 24. decembar, ponedeljak. Već od prošle godine znamo, kad je u organizaciji Holkera i Seća i Silvestera prošle godine, i to dosta masovno smo bili, hvala Bogu, i ovaj put očekujemo to, dogodit će se, znači, kuvanje riblje čorbe. Naravno, prvoshodno namena te manifestacije da malo delimo riblju čorbu tim ljudima koji ne mogu doći u tom vremenu do tih zalogaja, ali očekujemo sve naše drage goste koji su voljni da se druže sa nama. 120 kg ribe će se kuvati u više bograča, naravno. Samo dozvolite mi da najavim i sponzore te manifestacije. Osim Holkera, naravno, donaciju je dao i SD Martonoš, Aleva Novi Kneževac i Geneza iz Kanjiže. Isto tako će se odvijati i jedna predstava
zahvaljujući pozorišnoj grupi iz Sente, uživo Betlehem u prepodnevnim satima. Znači svakako vredi doći, izaći da se družimo malo. Biće postavljen veliki šator, naravno, tako da svi ljudi koji neće da nose riblju čorbu, moći će i na licu mesta da isto to pojedu. Samo bi napomenuo da ljudi koji hoće, znači da odnesu, moraju doneti i činije za isto. Ove godine malo je i mesna zajednica Kanjiža, da tako kažemo, donirao ovaj program zajedno sa Gastro Balkanom i mi ćemo skuvati, znači skuvano vino koje će se isto moći na licu mesta da se popije. Verovatno ćemo i dobro proći sa tim, jer vreme verovatno će biti minusi, tako da i to je jedan razlog za druženje, ali bit će postavljeni šatori na licu mesta, znači možemo sve to da konzumiramo. Biće postavljeni veliki šator, što sam rekao, a sigurnost da ćemo dobru hranu jesti, to jeste da su nam veliki majstori, pravi kulinari koji će nam skuvati tu riblju čorbu, i to najmenično Seče i Silvester, Sabo Imre, Kenjereš Deneš i čak iz Bačke Topole Pos Ferenc je najavio svoj dolazak. Tako da ja se nadam da ćemo se lijepo provesti, da će nam vreme poslužiti. Pozivam još jednom sve naše drage građane, znači 24. decembar, ponedeljak, ispred Gradske kuće u Malom parku.